Fotók a Gandhi gimnáziumból, ahol Marsall Kó Péter fotográfus vezetésével tartanak foglalkozásokat a diákoknak. Először zsűrizésre kérték fel, majd jött az ötlet, hogy alakítsanak fotóklubot. Meséli a történetet Marsall Kó Péter. 4-5 gyerekkel kezdtük ezt a dolgot, amelynek az eredménye az megmondom, nem csak a számomra meghökkentő volt, és teljesen más, mint az életemben az eddigi fotókiállítások vagy szakkörök jelentettek. Ugye, mert ez egy az, hogy ugye én nem cigány nemzetiségű vagyok, és cigány gyerekekről van szó. Tehát meg kellett ismerni egy cigány gondolkodást, egy cigány érzékenységet, egy cigány kreativitást. Tehát nekem egy olyan dolgot kellett csinálnom, amiben nem volt részem eddig. Voltak tanítványaim, de nem ezen a fajta területen. A másik az, hogy ezek a gyerekeknek az érzékenysége, ami a legfőbb, a látásmódja egészen más, mint amit eddig az ember megszokott. Ők cigányul látnak, cigány érzékenysége vannak, és nekem az volt a feladatom, hogy ebben ne avatkozzak bele. Tehát hagyjam azt a területet, amiben ők boldogok, és nekem kellett megtanulnom azt, hogy bekerüljek az ő boldogságokba. Tehát nem ők igazodtak én hozzám, hanem én igazodtam ő hozzájuk. A fotográfus azt mondja, olyan munkák születtek az évek alatt, amire nagyon büszke ő is. A pécsi fotózás története gazdag, több klub is működött a különböző városrészekben, intézményekben korábban. Rengeteg olyan kis közösség volt, ahol nagyon, nagyon tehetséges mesterek tanítottak fotográfiát. Ez ma már nincsen, és nagyon furcsán hangzott az, hogy egy Gandhi gimnázium az gyakorlatilag fölkér egy Marsall Kó Pétert erre a fajta tevékenységre, aki ugye a fókuszcsoport tagja, akinek ugye azért van munkássága, tehát megtekinthető az interneten, és ebből kifolyólag megmutathatom a Pécs városának ezt a fajta előítéleti dolgot, hogy ma a fotográfia az nem származásokra és területekre, hogy ez most nem a Nagy Lajosban van, hanem a Gandhi gimnáziumban van, hanem nem. Ez igenis messzesen van egy gimnázium, ahol olyan tehetséges gyerekek vannak, akiknek a képeit érdemes megnézni, vagy ezt a könyvet elolvasni és megnézni, hogy mit is tudnak ezek. Úgyhogy nagyjából az én záró mondatom az lenne, hogy néha nagyon-nagyon irigykedem a cigány nemzetiségiekre, mert ők támogatják a saját tehetséges gyerekeiket, és én amikor megyek egy kiállításomra vagy bármilyen dologba 5-10 000 forintért kunyerálni támogatókért, és nagyon nehezen tudok összehozni szponzori támogatást. Itt olyan szegény cigány emberek álltak sorban, és dobták bele az üvegbe a 10-20 000 forintot a fiatalok támogatására, amire elállt a szavam, és azt tudom mondani, hogy igen, ezt valahogy így kell csinálni. A Gandhi fotóklubban készült munkákat a Zsolnai negyedben láthatták az érdeklődők. A cigányhősök országos vándorkiállítás kísérő programjaként kerültek bemutatásra a képek.